Ferdinánd király megkoronázásának 100. évfordulója alkalmából szimbolikus útra indult a királyi vonat. A vonat szombaton érkezik Gyulafehérvárra, az egykori koronázás helyszínére. Kolozsvárról indul szimbolikus útjára a királyi vonat, amellyel Ferdinánd király megkoronázásának 100. évfordulójára emlékeznek. A jármű fedélzetén Margit hercegnő, a román korona őre, valamint férje Rádu herceg és húga Zsófia hercegnő utazik. Mi egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a királyi családdal. 2015-ben a Margit hercegnő és a férje Kolozs megyei díszpolgárok lettek, és nekünk, mint megyei tanács is egy fontos személyiségekkel való kapcsolatápolás. Az esemény számos kolozsvári polgárt vonzott az állomásra, ahol megtöltötték a várótermet és előteret. Sokan román népviseletbe öltözve fejezték ki tiszteletüket a királyi család iránt. A vonat megáll Aranyosgyéresen, Nagyenyeden, Tövisen, mindenhol nyilvános esemény keretében. Szombaton érkezik Gyulafehérvárra, ahol egykor királlyá koronázták Ferdinándot.